Sziasztok! Ismét az ebédnek álltunk neki. Három darab nagyobb krumplit összekockáztunk ilyen picike darabkákra. Ezt főzöm meg sóval, kettő darab babérlevéllel. Amennyiben megfőtt a krumpli, előre összekevertem egy kis Orlando paradicsom szószt, ami 350 g-os. Még az alján van, úgyhogy ha esetleg kevés lenne, amit összekevertem, és itt lenne a bögrébe. Ebbe a 3/4 dobozzal beletettem ugye a paradicsom szószt, tettem bele 4 evőkanál lisztet, 2-3 evőkanál olívaolajat, és oregánóval megszórtam alaposan. Összekevertem csomómentesre, és amikor megfő a krumpli, ami kb. Olyan fél óra, beleöntöm ezt a sűrítményt, rottyan egyet, kavarás mellett természetesen, hogy le ne égjen alul, és a rottyanás után elvileg kész is az ebéd. Paradicsomos krumpli főzelék lesz. Mindezt elég költséghatékonyan sikerült összeeszkábálnunk, másfél euróból. Amennyiben tetszett a videó és a benne elhangzottak, meg szeretnélek kérni, hogy lájkold azt, és iratkozz fel a csatornámra. Nagyon szépen köszönöm ezúton is, és azoknak is köszönöm, akik már feliratkoztak az elmúlt napokban, mert észrevettem, hogy vannak ismerősük, akik követnek. Mindez nagyon kellemes érzésekkel tölt el. Sziasztok!